Május 10-e és 12-e között rendezik meg az idei Korzó születésnapot, ami már a 11. lesz. Ez nekem különösen emlékezetes, mert gyakorlatilag nekem ekkor született a legkisebb fiam, tehát utána pedig pár hónapig még nem tudtam a Korzóba elmenni, mert pici baba volt, úgyhogy ahány éves az én gyerekem, annyi éves a Korzó. Immáron 11-szer is ünnepelhetünk. Lesz-e valami változás mondjuk a korábbi évekhez képest? Terveztek-e újítást, hiszen most már lassan a nagykorúság felé haladtok? Igen, tervezünk újítást. A korábbiakhoz képest nem egy szombati napra fókuszálódik a Korzó születésnapja, hanem egy egész hétvégére. Május 10 és 12 között, ahogy említetted, rendezzük meg a Korzó gasztrofesztivált, aminek a szlogenje az lesz, hogy pezseg velünk a Korzó születésnapon, mivel a Korzó téren megrendezésre kerül ez a fesztivál, és ezt mi megtámogatjuk különböző koncertekkel. Tehát akkor pénteken kezdődik, igen, ugye? Már igen. Akkor suli után érdemes nem hazamenni, hanem rögtön a Korzó felé venni az irányt, és pezsgősre venni a figurát. Péntek este kilép föl. Péntek este úgy indul a programunk, hogy 5 órától a helyi tánciskolák fellépésével kezdünk. 6:45-kor az a megtiszteltetés ért minket, hogy Nyíregyháza belvárosának önkormányzati képviselője dr. Adorján Gusztáv megnyitja a rendezvényünket, és 7 órakor pedig egy hatalmas Charlie koncerttel várjuk városunk lakóit is, illetve a megye lakóit, akik érdeklődnek majd az esemény iránt. Akkor pezsgő mellett jégdupla viszkivel is kerül majd a színpadra. Hát akkor szombat reggel reméljük, hogy mindenki fölbír majd ébredni, mert szerintem már szombaton egész nap várjátok a látogatókat, vagy a vásárlókat. Így van. Szombaton folytatódik a fesztivál a téren, és az esti órákban pedig 7 órától Tóth Vera és a Budapest Jazz Orchestra műsorával folytatjuk a Korzó születésnapot. Hát itt egy ilyen napfényes felvételeket láthatnak a nézők. Nos, hát nem tudjuk, hogy a jövő hétre milyen időnk lesz. Bízunk benne, hogy azért lassan most már a május tényleg megmutatja magát, de én úgy gondolom, hogy ha nem lesz mondjuk kánikula, akkor is én a nyíregyháziakat olyannak ismerem, hogy ők mennek esőben, szélben, főleg, hogyha nagyon finom ételekről és italokról van szó. Nos, mit kínáltok itt a téren ezen a fesztiválon a látogatóknak? Hát több étterem is be fog mutatkozni. Várunk éttermet Budapestről, Miskolcról, és a Palkonyháról is jön egy étterem, aki vendégház, aki bemutatkozik, úgyhogy elég széles kínálattal készülünk. Valamint ugye a buborékos italoknak minden formája megtalálható lesz. Gyerekeknek, felnőtteknek, tehát így van, pezsgő, habzóbor, rozé, valamint csapolt proszekóval is fogunk készülni a hétvégén. És utána azért nyíregyházi éttermek is lesznek. Igen, ugye? igen, Nyíregyháza a két legnívósabb étterme is vendégünk lesz, és kínálatával fogja színesíteni a rendezvényt. Ezt hogy kell elképzelni? Úgy, ahogy korábban is, tehát itt a Korzó előtti téren gyakorlatilag ott lesznek majd a felállítva a különböző éttermek standjai és az asztalok, székek, tehát ott akkor le lehet ülni és kóstolgatni, vacsorázni, ebédelni, ugye a napszak függvényében. Így van, tehát sörpadokkal, sörpadgarnitúrákkal és több ilyen pihenőhelyen készülünk, valamint ugye lesz még egy meglepetés, ugye pezsgő terasszal fogjuk színesíteni ugye a rendezvényt, ami elég látványos, és szerintem ott mindenki, aki szeretne bármilyen, nagyon sokfajta pezsgőt lehet majd megkóstolni ott. Ó, el tudom képzelni, itt a gyümölcsös, és már a nyár ízei is előjönnek. Hát akkor én előjáróban talán annyit mondok, hogy a születésnapra azért akkor ne autóval menjenek, vagy legalábbis próbáljanak valamilyen sofőrt szerezni. Este meddig tartanak a bulik, és ezzel párhuzamosan egyébként az üzletek is nyitva tartanak, mert valaki ilyenkor azért összeköti a kettőt, a vásárlást és a bulizást. A bevásárlóközpont este 8 óráig tart nyitva, az üzletek addig tartanak nyitva, a koncertek 7-től 9-ig lesznek megtartva. És a vasárnap az már az abszolút a pihenésé, vagy még akkor is lesz valami a téren? Tehát akár vasárnap egy ebédet is el tudnak fogyasztani a látogatók? Így van, mindenféleképpen várjuk vasárnap is a nyíregyháziakat, ugyanúgy készülnek étellel, itallal itt a részevők. Kóstoltatok valamit, lányok, hogy mi lesz a kínálat? Vagy azért itt most elsősorban a telefonok és a papírmunka és a készülődés izgalmai azok, amik betöltik az életeteket? Mindkettő. Nyilván a helyi neves éttermek kínálatát ismerjük, de azért a háttérben nagyon nagy munka folyik, hogy itt minden flottul menjen az egész hétvége alatt.
Na hát köszönjük, hogy itt voltatok, boldog születésnapot és rengeteg látogatót. Köszönjük és várunk szépen. Titeket is szeretettel. Köszönjük szépen. Kedves nézők, hogy tovább fokozzuk az érdeklődést az idei